Kína játszmázással és manipulációval vádolja az Egyesült Államokat, amiért az közölte, hogy nem küld diplomatákat a pekingi téli olimpiára és paralimpiára februárban. A kínai vezetés a hírre reagálva hozzátette azt is, hogy Washington úgy hirdett bolykottot, hogy nem is kapott meghívást a játékokra. A Fehérház szóvivője úgy fogalmazott, hogy a Biden adminisztráció nem küld és más hivatalos úton sem képviselteti magát a 2022-es Pekingi téli olimpiai és paralimpiai játékokon, válaszul az ujgurok körében elkövetett népírtásra és más jogsértésekre. Az amerikai sportolók ugyanakkor teljes támogatásukat élvezik, de a játékok körül felhajtásban nem vesznek részt. Peking és Washington viszonya évek óta feszült. A Donald Trump elnöksége idején kirobbant kereskedelmi háború, illetve kémbotrányóta kifejezetten ellenséges, és a helyzet az amerikai elnökváltással sem javult. A kínai külügyi szóvivő szerint a washingtoni bejelentésnek nincs jelentősége, mert az olimpián a sportolók vannak reflektorfényben, nem a politikusok. Igazából senkit sem érdekel, hogy azok, akik most bolykottot hirdetnek politikai megfontolásból, politikai előnyöket remélve, ott lesznek-e a pekingi játékokon, vagy sem. És ez egyáltalán nem befolyásolja a játékok sikerét. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság csak annyiban kommentálta mindezt, hogy a részvételt a kormányok politikai döntésének tekinti, és teljes mértékben tiszteletben tartja. Az amerikai vezetés legutóbb, 40 évvel ezelőtt, 1980-ban bolykottálta, de akkor teljes egészében a nyári olimpiai és paralimpiai játékokat, amelyeket akkor Moszkvában tartottak.